Jó napot kívánok, szervusztok! Bár valószínű, hogy többen megoldottátok már az érettségi gyakorló feladatokat, a mai órán is ebben a témakörben maradunk. A humán szak harmadik gyakorló feladatával foglalkozunk, amelyet a reál szakosok figyelmébe is ajánlok. A prezentáció a szokásosnál több szöveget tartalmaz, de nem fogom mind felolvasni, arra gondoltam, hogy aki szeretne a témában jobban elmélyülni, találja meg a lehetőséget rá. Itt most a következőkben az első tétel kidolgozásához elsőre szokatlannak tűnő négy lépéses modellt látunk, de remélem, hogy a konkrét példa érthetővé teszi majd. A harmadik érettségi gyakorló teszt első tételében Kosztolányi verset látunk, és az összefüggő szövegbeni értelmezéshez négy kérdést. Mi lesz az első lépésem? Az első lépésben a Kosztolányi verset úgy olvasom, hogy közben az elsődleges olvasmány élmények is teret találjanak bennem. Lássam, érezzem azokat a képeket, amelyeket a szöveg megteremtett velem, és érezzem meg, mi az, ami megragad engem a versből. Ezek az elsődleges olvasmány élmények segítenek majd később engem abban, hogy szakszerűen ki tudjam fejteni a témát. A második lépésben az kérdéseket kulcsszavasítom, értelmezési szempontokká alapítom. Ezek után már meg tudom fogalmazni a bevezetésemet is, és gondolok a befejezésre. Egyelőre csak piszkozatlapon, mert tudni akarom, hogy honnan, hová jutok. A bevezetésem például ehhez a Kosztolányi vershez az lehetne, hogy a klasszikus modernség nyugatos alkotói közül napjainkban leginkább Kosztolányi Dezső, a költő próza és esszéíró reneszánszát látjuk. Ének a fiatalokról című verse keletkezési idejét tekintve a nagy számadás kötet egyik darabja lehet. A befejezésem tehát még csak piszkozaton szerepel, de már tudom, hogy hova akarok eljutni. A negyedik lépésben a tárgyalás következik, de először eldöntöm, hogy követem-e a megadott kérdések sorrendjét, és össze tudom-e kötni az egyes szempontokat, mert ugye összefüggő versértelmezésben kell dolgoznom. Az első kérdésre a válaszom kifejtéséhez jó, hogyha a címből én indulok ki. Bár az ének szó zavarba ejtő, mert ma nem használjuk lírai műfaj fogalomként. Kosztolányinál és Adi Babics címeiben is gyakori viszont. Tudatos költők nem véletlen, hogy a dalszót használják, nagy valószínűséggel műfaji összetettséget sejtetnek. A fiatalokról kifejezés témajelölő, jellemzésre számítunk, valószínű, hogy a leíró költemény jegyei is benne lehetnek. Amikor újraolvasom a verset, látom, hogy az előfeltevéseim igazolódnak, valóban egy modern ének Kosztolányi verse műfaj öltözet, amelyben a leíró költemény jegyei a fiatalok bemutatásában és a felnőtt alakjában, ragadhatjuk meg a dal jegyei elsősorban a zeneiségben, de ez nem könnyed, mint ahogy hangulata sem, az idő és érték szembesítés miatt nem egységes és pillanatnyi. Az óda jegyei szembetűnőbbek, mert nagyobb terjedelmű a vers, nem strófikus tagolású, és a fiatalok szemléletéről dicsőítő hangnemben szól, pozitív stílusértékű szavakkal. De ott van a felnőtt kiábrándult józansága is. A himnusz jegyei a záró mondatban, a szentség szavaiban ragadhatók meg, glória, dicsőség mondja nekik. A beszédhelyzet a versbeszédből kiindulva ragadható meg. Az első 16 sorban ez személytelen, külső nézőpontból ír a fiatalokról. A váltás a 17. sorral kezdődik, a személyesség nyelvi jelei, már az eddig monologikusnak
tekintet, beszédhelyzetet is újraért minősítik. A valakihez szólás pozícióját érezzük benne, de nem alakul valódi párbeszéddé. Ugyanis az egyes szám második személyű megszólított nem nevesített. Lehet az olvasó, de lehet a beszélő is, ebben az esetben önmegszólító beszédhelyzetről van szó. A fiatalok bemutatása a vers képi megoldásaival történik elsősorban. Itt ezeket felfoghatjuk úgy, mint a beszélő előtt pergő képzeleti képeket, amelyek akár a felnőtt fiatalkori énjét is kirajzolhatják. Az első kép mozgalmas látványkép is lehet a fiatalokról. A második egység egy látomásos természeti képet mutat, amelyet a szem motivumához kapcsolt szóképek kereteznek. Az utolsó kép a fiatalok mozgalmasságát, rajongását, reményteli attitűdjét a lenti földi világ háttérképében mutatja be, de ezt csak a felnőtt érzékeli. A vers értékvilága összetett, kettős, mindkét síkon csak az értékviszonyok mások. A fiatalok értékvilágában sokkal több a pozitív érték, öntudatlan ámulásuktól el egészen a reményig, de van negatív is, nem értésük a valóságérzék hiányát mutatja. A felnőtt értékvilágában a negatívumok dominálnak, mert gyatrának látja a világot, kiábrándult, unott, de ott van a pozitív is, tudatos, szemlélődik és fontol. Az összetett értékvilágból szervesen következik az összetett hangulatiság, amelyben végső soron a nosztalgia győz, hiszen a fiatalság a felnőtt értékvilágában, hangulatában nosztalgiával szemlélt vágyott létállapot. A költemény utolsó négy sorának ellentétei a fiatalokhoz kapcsolódó negatív stílusértékű jelzőkben, metaforákban, valamint a pozitív metaforikus értékítéletekben ragadhatók meg. Az utolsó sor a glória, nékik és dicsőség, a fiatalság örök értékei mellett való állásfoglalásként hat. Ezek után megfogalmazhatom a befejezésemet is, most már leírhatom. Az ének a fiatalokról, miként a fentiek mutatják, valóban jó vers. Kortalan, ma is élettel telített, rólunk is szól. Minden idők, minden nemzedékéhez. Újból és újból újraolvasható, mint a Kosztolányi életmű sok más darabja. Eleven papír. A második tétel lehetséges megközelítését látjátok, ehhez az általános modellt. A harmadik gyakorló feladatban egy kontra Ferenc szövegrészletet látunk a megadott forrással, és négy kérdést, feladatot. Ebből három szövegértési, a negyedik szövegalkotási feladat. Érdemes figyelmesen elolvasni a kérdéseket a szöveg előtt, mert segítenek megérteni. Az első feladatom az, hogy öt információt írjak a szövegből arról, hogyan ismerte meg kontra Ferenc Csáth Gézát. Az itt látható módon felsorolásszerűen kiírom a szövegből az információkat. Hasonlóképpen járok el Csáth Géza bemutatásakor is, szintén felsorolom. A C kérdésre a válaszom az, hogy a szövegben a publicisztikai stílusréteg sajátosságai érvényesülnek, mert témája közérdekű, megemlékezés egy íróról, a cikk megjelenésekor időszerű, Csáth Géza halálának 100. évfordulója, a cím figyelemfelkeltő és a téma időszerűségére utal, Csáth Géza éve, adatok, tények szerepelnek azzal kapcsolatosan, hogyan fedezhető fel véletlenszerűen egy nagy író, mikor
mikor kerül a közérdeklődés középpontjába. A szöveg nyelvezete egyszerű, közérthető, a szerző a hatáskeltés és a szemléletesség érdekében poétikai eszközökkel él. A díjfeladat szövegalkotást kér leíró szövegtípusban, amely esetében a tartalmi követelmények betartása, azaz egy olyan személyről kell írni, aki segített nekem megérteni valamit, 5 pontot ér. A leíró szöveg követelményeihez való igazodás szintén 5 pontot, ezt szeretném most egy picit részletesebben mutatni. A leíró szöveg 3-as tagolású. A bevezetés általános kép a személyről, a tárgyalást itt 2 bekezdésben oldottam meg, az első külső portré, a második a belső jellemzők, és utána a befejezés összegző kép. A bevezetés és a befejezés tehát itt is egymásra tekint. A 3. tétel lehetséges megközelítésének modelljét látjátok. Hasonló a versértelmezéshez használt modellel, természetesen a feladat jellegéből adódó eltérésekkel. Itt értekezést kell írni az anyagi és erkölcsi értékek viszonya epikus művekben címmel, 4 értelmezési szempont alapján. Az első lépésben értelmezem, megértem az értekezés címét és az értelmezési szempontokat, majd kiválasztom azt az alkotást, amely alapján az értekezésemet megírom. A jó választás titka, mind a 4 szempont szerint tudjam kibontani a témát. Én most itt például a vagy más lehetőség alapján Kós Károly Varnyú nemzetségét választom. Miért nem a megadott 3-at? A középkori Margit legenda esetében ezt a D-pontot nem tudnám pontosan kifejteni. A másik 2 alkotásról, a Szondi 2 apródjáról, valamint az Aranyemberről már az előző órákon sokat hallhattatok. Miután ezzel megvagyok, most is megírom a bevezetésemet, figyelve a témára, és piszkozatban egyelőre a befejezést. A bevezetésem így hangzik: az emberi szükségletek kielégítésére szolgáló anyagi értékek ideális esetben harmonikus viszonyban állnak mindenféle más értékkel. Válságos helyzetekben viszont ellentétes vagy hierarchikus viszonyok válnak dominánssá az egyik vagy másik érték róvására. E bonyolult rendszer bonyolult folyamatainak tematizálására kiváltképpen alkalmas a regény műfaja. 4. lépésben megállapítom, hogy követem a megadott szempontok sorrendjét, és össze tudom kötni az egyes szempontokat. Átvezető szöveget írok. A tárgyalás kezdetén a befejezésben felvezetettek nagyon jól bemutatható Kós Károly 1925-ben keletkezett alkotása a Varjú nemzetség alapján. A regény műfai sajátosságainak megfelelően nagyobb terjedelmű kötetlen alkotás, és itt természetesen összefüggő szövegben bemutatom ezeket a jellemzőket. Ha van időm, kitérhetek arra is, hogy krónikás jellegű, hiszen a szerző maga nevezte krónikának. Fontos az, hogy regénytípus szerint is tudjam minősíteni. A Varjú nemzetség történelmi regény, hiszen múltbeli történelmi időszak az erdélyi fejedelemség története válságos korszakának feldolgozása, mert a múlt tanulságaival példázatos szándékkal kívánja megválaszolni saját kora az első világháború teremtette történelmi szituáció kérdéseit. És ebben a szituációban bizony a morális értékek háttérbe szorulását tapasztalhatta sok ember, mert menekülésre vagy a nemzeti értékek feladására ösztönző idő volt. A történelmi hitelesség érdekében történelmi forrásokat tanulmányoz és épít be. Megtörtént és fiktív események, valóságos történelmi alakok és kitalált figurák egyaránt szerepelnek. A Varjú nemzetség sajátos történelmi regény volt, tehát már a korabeli kritika érzékelte. Újdonságnak számított, hogy középpontjában a történelem ködébe hult kisemberek élete áll, nem a történelmi személyiségek, bár épp elég fejedelem váltja egymást a körülbelül 30 évnyi regényidőben.
A történelmi személyiségek hatalomhoz, anyagi és erkölcsi értékekhez való viszonya nem csak Erdély sorsát, de a fiktív szereplők életét, értékviszonyaikat is befolyásolja. Bethlen Gábor külső biztonságot, belső békét, függetlenséget biztosító politikáját a visszahúzódó Bethlen utódok nem tudják folytatni, de az eszmét őrzik, akár csak a Bethlen Jánusok, a varjú nemzetség tagjai. Velük szemben áll a rákóciak politikája. Első Rákóczi György a hatalom erkölcstelenségének megfelelően harácsoló, erőszakos, például rá akarja tenni kezét az ólyomi kincsre, amelynek következménye a Polyánai csata, Gáspár halála, és Rákóczi György, semmibe véve a kisemberek anyagi értékeit, felégetteti a Polyánát, amikor nem találja a kincset. Másrészt hűséges küre kényszerít, öncélú tervei szerint zsugori vagy adakozó. Apjánál csak felelőtlenségében külön második Rákóczi György. Személyes becsvágya saját dicsősége vezérli, nem Erdély boldogulása. Hogy mennyire magára hagyja népét, jól mutatja az 1657-es kudarcos lengyelországi hadjárat, amikor nem hajlandó anyagi javait áldozni, hogy a fogságba kerültekért a válságdíjat kifizesse. Én nemhogy nem tudom kiváltani a rabokat, de még segítséget sem tudok adni az országnak a kiváltáshoz, mondja az országgyűlésen. A kurs megrajzolta kisemberek értékvilágát békeidőben viszonylag egyensúly jellemzi. Szeretik a jót és a szépet, szeretni akarnak, családot alapítani, dolgozni és anyagiakban gazdagodni, és ezért keményen küzdenek. Válsághelyzetben viszont, amikor körülöttük az erkölcstelen hatalmi gyakorlat, vagy a külső ellenség miatt megbomlik az egyensúly, az értékviszonyok többféle variációját láthatjuk. Az erkölcsi értékek elsőbsége minden körülményben a varjú nemzetség tagjait jellemzi, mert lelkies ismeretileg kiegyensúlyozott és szabad emberek, hűségesek, állást foglalnak, becsületük és önértékük tudatában ragaszkodnak érzelmi és anyagi értékeikhez, építnek és újraépítnek, harcolnak, ha kell, életüket áldozzák. Hozzuk, jellemszilárdságban csak Ilija és Vitéz Ilona nőnek fel. Az anyagi értékekkel járó érvényesülés elsőbségét sokan választják, letéve a hűségeskült. Közülük azokat emeli ki az író, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a varjú nemzetség tagjaival. Így például Magsai Lászlóét, aki a hűséget feladja a rangért, hiszen katona parancs szerint él, de magabiztos, öntelt, felületes. Boldogtalan magánélete és lelkiismerete viszont megtörik. Anyagi segítséggel és életáldozatával teszi jóvá bűneit. Hűség és hűtlenség közt ingadozók Basa Tamás és Basa Anna. Basa Tamás szíve szerint hű a betlenekhez, és bár nehezére esik, leteszi a hűségesküt, hogy lányának és unokáinak az életét biztosítsa. Basa Anna a szerelem terén nem állja ki a hűség próbáját. Ingadozása miatt boldogtalan áldozat lesz, sok szenvedéséért lánya remélhető boldogsága kárpotolja. Anna és Magsai túl nagy árat fizet azért, hogy jóvá tegyék gyengeségüket, de Kós szerint nincs elveszett ember, a becsülethez vezető utat nem zárja el előlük. Az értékviszonyok, értékrendek működéséből is látható, hogy a regényben a jellemábrázolás eljárásai között a túlzás, ellentétezés, példázatosság egyaránt felismerhető. A Rákóczyak negatív vonásait például azért rajzolja el, hogy annál inkább megemelhesse a varjú nemzetség tagjainak alakját. A jellemábrázolás
Szinte minden eljárására nagyon jó példákat találunk a regényben. Ugye a névadás és a cím egyaránt a varjú nemzetség középpontba állítását szolgálja. Ezen kívül ott az elbeszélői jellemzés, a narrátor viszonyulása hőseihez, a tárgyi és természeti környezet kiemelt szereple, a más szereplők általi jellemzés, illetve a beszéltetés. A kiemelt szövegpéldák jól mutatják a képzőművész látásmódjára valló tömör jellemzési módot, az elbeszélő azonosulását a fent, a hegyekben élő főhőseivel, ironikus távolságtartását a varjukat kikacagó őket bolondoknak, különcöknek tartó atyafiakkal szemben. A szép napsugaras időben szemlélődő asszonyokról szóló szöveg pedig lírai jellegű ismétléseivel ösztönöz metaforikus jelentésadásra. Az eddig ellenséges viszonyban álló családok gyermekei a jövőbeli béke szeretet ígéretében egymás mellett jönnek. A mű stílus irányzatának jellemzőit egy mondatban így tudnám megfogalmazni: romantikus elemekkel színezett realizmus. Romantikus jegyek a kincs köré fonódó mitizáló sejtelmesség, titokzatosság, az antropomorfizált természet jelképes motivumokkal, mint a hegy, út, ösvény, varjú, a varjuk és a természet harmonikus egysége. Mellette a túlzás, eszményítés, ellentétezés, kiélezett konfliktusok, végletesség, kalandosság jegyeit láthatjuk. A kiemelt szövegpéldák jól mutatják a kincsel kapcsolatos mitizáló titokzatosságot, a hegy és az út motivumok jelképességét. A harmadik buborékban a Varjú Miklós eszményítésének egyik mozzanatára figyelhetünk, valamint a végletesen ellentétes élethelyzetre. Maksai a tatárok, kozákok szorongatta helyzetben épp attól a varjú Jankótól kapja a segítséget, akinek apját, Varjú Gáspárt az ő születésekor megölte. A regény egészére a romantikus elemek ellenére is a realizmus jellemző. Realista jegyek az élő élet ábrázolásában ragadhatók meg, valószerű a hősök mindennapi élete, küzdelmeik, körülményeik, valósak az idő és térviszonyok, az események helyszínei térképen nyomon követhetők, hiteles az előadásmód, az élet és természetábrázolás, alakteremtés, nyelvezet. A jelenetek, képek az életből váltakozva jelennek meg a harc és az idill pillanataival. A hősök bár jelképes jelentések hordozói, de hús-vér küzdő emberek, alakjuk típus és egyéni jellemzőket hordozva pontos, hiteles. Hitelesen régies, népies, enyhén arhaizáló a beszédmód, amit Kós kalotaszegi tanulmányai során megismert, azt vetíti vissza a 17. századba. A kiemelt példák a való élet értékeinek összhangjáról szólnak, érdemes elolvasni őket. Ezek után most már a befejezésemet is leírhatom, miszerint építés, munka, küzdelem, hűség, szülőföld szeretet, eszmények formálta valóság, valóság formálta eszmények. Kós Károly történelmi regénye, miként a fentiek is példázzák, a maga összetettségében láttatja az anyagi és erkölcsi értékek viszonyát. Minden tragikus esemény ellenére biztató kicsengésű. Az élet sok szenvedését, megbomlott értékviszonyait, végül is az egyetemes megbékélés, kiegyenlítődés követi. Köszönöm a figyelmet, és jó munkát kívánok a felkészülésben, sok sikert az érettségi vizsgán!